Most már amúgy jobb a hang is, úgyhogy rendben leszünk szerintem, akkor berengedjük Igen, ezt. mindig kell egy kis idő neki. Úgyhogy köszöntök mindenkit, kedves nézők. Itt vagyunk a Brit Night D-en a bajnokságnak, és nem egyedül vagyok. Itt van velem MRC is, aki most nem tud versenyezni, ugyanis bár nem tudom, ezt majd te elmondod, ha el szeretnéd. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Hát igen, most a cuccom az el van pakolva szépen, 2 hét múlva tudom majd csak előszedni, de ebben nem akarok most ennyire így belefolyni Isten igazából. Nem már nagyjából egy percet lecsúsztunk egy kicsit a kvaliról, és többen is már a pályán vannak. Talán Ajod az, aki legelől van. Ez egy Williams követi talán. Utána a két Ferrari követi, viszonylag elég közel egymáshoz. Talán egy szélárnyék is bejátszhat majd. Hát most már előtte Gessier lehet. Igen, Gessier az első pályán, de már. Előtt a Ferrari. Van a Richard és Zoltán, ugye? Hát egy kis egyelőre erősebb Zoltán, ha jól emlékszem, vele ti is a bajnokságban. Jelenleg igen, igen. Mindenképp egy erős pilóta városról beszélünk. Hát valahogy kételkedek abból, hogy az idei 2024-es szezonban lesz ilyen erős a Ferrari, mint most ebben a bajnokságban, de ettől tekintsünk el. Lényeg az, hogy kell megkezdni időmérünk első mért körét, és hát akkor ezt végig is mutatjuk. Nem tudom, hogy végig szeretnél beszélni a Mercé, vagy mondjam én. Értem, ezt nem hallottam, nagyon visított az autó. Akkor mindegy, akkor Kessier már túl is van az első kettő kanyaron. Padlógázzal siván a mostani autókkal, azt mondja, hogy is a 3-as, 4-es. Óvatosan kell, hogy megcsúszol az autó kigyorsításon, aztán az 5-ös kanyar az már szintén padlógázon. Így és a DRS-t, ezzel hamarosan az egyenes végén be is fejezi az első szektor. Egyelőre óvatosan, de legalább stabilan. Ez már a kettes szektor, itt picikét talál lecsúszott a csúcspontról Kessier, és itt sem tűnt tökéletesnek az ív, de az első körnek természetesen benne van. De már érkezik is a COPS felé. Szerintem nem kell bemutatnom ezt a kanyar sem a mostani autókkal, mert ez is padlógázzal simán megvan, aztán érkezik a pálya leghíresebb kanyar kombinációjában, meg az bekezd a csepör, itt is lecsúszik egy picit, és eléggé sok időt benne is, hogy ebben a kanyar kombinációban Kessier ezzel a körrel biztos, hogy nem lesz pole pozícióban. Új, most pedig majdnem neki egy Aston Martinnak és összetöri a Williams-et, úgyhogy szerintem Kessier lehet, hogy be is fejezve is a kört, és inkább behajt a bozba, picit meleg volt. Sikerült megúszni el. Már érkezik is. A kör végén. Lesz egy erős kör, nézzük komolyan. 27-6. Hát igen, bő 2 másodperc sem maradt még ebben a körben, azt mondani, sokkal gyorsabbak a srácok. Ájod már javul is másfél másodpercet, 26-1. És ezzel feljön az első helyre, ideiglenesen. Szerintem 25 legelébe is lesznek még leggyorsabb versenyzők, például a Ferrari is. Lobbara Richard, aki egyelőre 25-905-tel veszi át a vezetést. De hát, mint előbb mondtam, ennél még biztos vagyok, hogy lesznek gyorsabbak. Például most jött a csapattárs, aki 25-5-öt jött. 5-68-an márad majdnem 4 tizedet, 3 és fel át a csapattársnak. Közben P-ben tésztel jött az 5. helyre, RBT Tuxi a harmadikra, 26-1-jel szintén. Ahogy ezt kimondom, Koppány meg is előzi szintén egy 26-1-jel. 26-1-jel. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy kedvelt idő. Illexre, hogyha kapcsolsz egy fél pillanatra, itt szerintem egy szélárnyékot csíphetünk el, mert egy alfa húzza épp a Kopsznál. Igen, valóban, mint szélárnyékozónak. Kérdés az, hogy eljött, igen, fél el. Ez egy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog működni, miközben szerzőjéként feljött már a második helyre. Neki is az egyik kedvenc pályájáról beszélünk, nekem viszont azt mondta, hogy hát a top 5-ben reménykedik, viszont győzni nem hiszi, hogy fog, aztán majd meglátjuk, mennyire fog összejönni neki. Lehet, hogy ugyanúgy szentbegetni szoktam, de egyelőre nézzük ki Lexet. Az biztos, hogy ő is az egyik legnagyobb esélyes ennek. MTM-esi 25-5-tel az Astonnal. Körülbelül az első helyre.
22 ezredet ad az oltánnak. Na de nézzük, Alex folyamon meg tudja előzni őket. Meg tudja, 380-nal ugrik fel az első helyre. Hát Rédei továbbra is nagy formában, főleg az időmérőkön. Igen, az a szélárnyék biztos, hogy segített. Igen, biztos, hogy a szélárnyék is közrejátszott neki. 34-9-es középső szektor futott. Mivel ott kapta a szélárnyékot. Azt hiszem, talán pont 7-eseket mentünk középső szektorokat. Miközben Erlandunk a szélárnyék 5000-eddel marad el szerző idejétől, és ugrik fel az ezben már csak nincsen miért ideje. De egy egész jó lány szerintem. Eléggé hálik utátyogáltás Kárlító. Kárlító volt csapattársad, őt egyébként sem a nyers tempójáról híres, ugye? Inkább versenyen szokott ügyesebben. Ő versenyen szokott nagyobbat produkálni, de jelenleg ő majd még technikai fejlesztésen fog átesni. Egy nagyjából egy hónapon belül. Mert neki már nagyon a régi Xbox, nagyon a régi monitor, meg nagyon a régi kormány, minden szettje van. És egyébként azokkal nagyon nem is tud labdába rúgni. Aztán most egy ilyen technikai fejlesztésen fog átesni idővel. Aztán majd csak pillázni fog a mezőny. Két McLaren Polt elviszik. Egy-kettőt. Hát meglátjuk, akkor minden esetre van potenciál Kárlítóban előadásra. Mindenképp, mindenképp. Közben Kessér már ismét kivezetőn, ahogy Lobonov Richard és Márkus Kalács is. Úgy tűnik, ők eléggé sietős mértékű figuráltak, és simán lesz még ezen kívül egy mértékűk is. És hát akkor egyelőre nagyon jobb ötletet, hogy csak Kessérre helyeztük a kamerát. Hát aznél a 27-nál valószínűleg sokkal jobbat is fog tudni jönni, legalább úgy 26 elejében gondolkodom. Egyébként Keserő mostanában tért vissza, nem? Ő régen itt van közöttünk. Igen, ő nagyon régen eltávozott tőlünk, azután most megint újra megtalált minket és visszajött. Így a liga újraalakulásával. Ennyire le vagyok maradva? Belgába, igen. Ott már mutatkozott egyszer. Hát igen, ugye sajnos betegség miatt ki kellett hagynom az előző két kommentálás, úgyhogy kicsikét így le vagyok maradva, igen. Közben Kessel érdekes taktikát alkalmaz, az első kanyarulás a fűre is rátette az autót, és ennek köszönhetően még csak padlógázzal sem tudta megcsinálni az egyes kanyart, úgyhogy szerintem nem működő taktika ez. Hát ott még senki nem keresett a padást, lehetetlen, hát ne próbálkozik. Mindenki kivezetőn, ez nagyon zsúfolt a mezőny. Hát igen, ez az új lobby. Látod, csak van tapadás azon a fűben. Hát egy kevés kell, látod, hogy mégis akad, igen. Nézzük, Kops meg van padlógázzal átjött, és olyan megözben csöpölt elrontja el most, az egy előző körén nagyon rossz volt. Tehát most mindjárt más. Sokkal jobb, itt most szerintem csak ebben a 3-4 kanyarban nyert legalább fél másodpercet. Hát annyit nem biztos, hogy 4-15-esben. És ugye itt is az egyenesben rengeteg ideje van, mert az elő majdnem falba is vágta ugye az Aston miatt. Nézzük, Kessier olyan mennyire fog tudni feljönni. Télen neki legalább olyan Weimar környékére szerintem, de inkább még előrébb is. Na nézzük, 26-80, V-Mark mögé pontosan. Hoppá, majd másfél másodpercet talált a körében. Nagyot hibázhatott az elsőben. Valfák már megint szélárnyékoznak. Mákos Kalács sincs rossz közben egyébként, 0-2-4-jel. Zoltán Zé pedig 3. Én nem, most kezdje a körét, bocsánat, a szerző is most kezdte az imént. Lobonov Richard már kör végén, és 13 ezeret javításban, miközben Mákos Kalács a 6. helyre ugrott, 25-8-97-tel, pont az imént említett Lobonov Richard elé. Nyugjon szabunk. Éppen napokban léptek be, többen is,
és laboratóriumi közreműködésével. Tozsi pedig már simán Tozsi, megszűnt az RBT? Az RBT igen, ők is felszámolták magukat, mi is. Viszonylag egyébként ők is csináltak egy ligát, ott is egy kicsit megtartották ezt a, ha jól tudom, Rabbit, nem tudom, hogy kell pontosan eltenni, de egyrészt ők is megtartották minimálisan ezt az RBT nevet, ahogy mi is, csak kicsit átírtuk, ahogy ők is. Ők is működnek még viszonylag, meg nagyrészt mi is, de csak ilyen 20 emberrel. Csak szeretnénk, ha működnék 20-tal. RBT teljes néven ez Rebirth lenne egyébként. Szerző 25-3-2-vel. Előzik Lexet. Ezzel az első erre egyelőre az Alpine versenyzője. Drága jó barát, hogy úgy tűnik elkezdett főzőcskézni, aztán meglátjuk, hogy ez vajon meddig tart. Most is nagy szárnyakon megy? Hát ismételtem az én setupomat használja. 30-22? 30-20, azt hiszem. De lehet 23, hogy most már hirtelen nem emlékszem. Nagyon el majd füvezni egyet, nézzük a Lexet, másfél tizedben akkor ők nem fogja elkapni szerzőt most nekünk. És Tozsi is érkezik gyors körünkre, az utolsó szektor kezdi hamarosan. 17 000-et rontálva. Javítanának tudom valószínűleg, de a kérdés az az, hogy mennyit. Gyorsan be is fejezi a körét. Az időmérőből pedig egyébként még 5-4 másodperc hátra. Úgyhogy még mindenkinek visz legalább egy mérkőre, és Tozsi 28 000-et javít végül. Itt a végén érdekesen behúzta jobbra. Ott az azt szerintem időt veszített, hogy ilyen éleszögbe húzta befelé. Igen, az inkább rontás lehet szerintem, és ott túl szükségben igen. Kigyorsításra megtorpan az autó. Ez a kiengedte, de onnan visszahúzta ilyen szögletesen kicsit, abban biztos, hogy marad idő. Hát abban rúgy igen. Megtorpan kicsit. Már több újoncunk is van, itt van Pető. Ő jelenleg megnézi a... Közlekedik, úgyhogy... Igen. Pető, nem tudom. Gyors körön van, és... Nem megy ki. Box utca. 26 héttel egyébként, most már csak Highgore nincsen mért köre. Petőre azért azt tudni kell, hogy ő teljesen asszisztok nélkül megy, úgy, ahogy te jó magad is. Igen, asszisztok van. Ebben a mezőnyben van olyan. Látod. Én még nem mertem kikapcsolni a vonalat, de azon, hogy nincs elég időm rá gyakorolni, hogy teljesen elengedjem, de talán, ha minden igaz, a 24-essel engedjük. Hát, Ájott megígértette velem, hogy minden kettőnk kilőjük. Addig, hogy mi várható a 24-es játéktól, hát mindenképpen jobbat várok, mint amilyen ez. Úgyhogy remélhetőleg nem lesz majd olyan nehéz dolga a versenyzőknek, akár aki akar átállni asszisztofra, vagy legalább egy-két asszisztot kikapcsolni. Ugye végre 2016 óta, ha jól tudom, először lesz új motoron a járvány. Igen. Valahova fejlődni bőven, és remélhetőleg menni is fog majd a Codemastersnek, aztán meglátjuk valószínűleg. Most meg egyébként simán elképzelhető, hogy ezért lesz telebágva a játék, mert hogy ugye teljesen új lesz az egész. És... Igen. Mert pont azt mondjuk, hogy pontosan ezért nem lesz tele buggal, mert teljesen új lesz, és nem régi fájlokkal lesz tele az egész, és igazából ott vannak a hibák, hogy mindig egy régi játékot újítatnak, és itt nagyon sok régi fájl bezavarja a játékot. És így, hogy teljesen úgy lesz, így emletek, teljesen megszűnnek ezek a hibák is, de majd meglátjuk, hogy mit kapunk a pénzünkért. Hát reménykedem benne azért, hogy egy nagy ugrás lesz, bár attól tart egyébként, hogy pénzügyileg is egy nagy ugrás lesz fölfelé. Igen. De remélhetőleg minőségben is, és akkor legalább meg fog érni valamilyen szinten. Hát de meglátjuk. Viszont egyelőre térjünk vissza egy a Silverstone-ba, most már az utolsó 3-ban vagyunk. És 31-re javítottam Zoltán az első szektor után. Nem egy rossz első szektora, pont 2.91, az elég jó idő.
Nálunk Én most nagyjából fejeztem be két hónap Tuxia szerintem körét. átlagban. 8. helyre ugrott fel. Tuxia. 25-7 körünk van 27-ben. 80 voltam. Az sem egy rossz idő Sem egy rossz egyébként, idő és hát egyébként, és hát 4000-re van 4000-re van. szerzőtől. Szerzőtől. Na nézzük, Szerzőt még Zoltán. mindig nem vették meg. Zoltántól én sokat várok, ez a negyedik perc szerintem kevés hozzá képest, és 61 ezer a gyavításban, ez viszont még mindig nem elég, így sem. De MTMS-et akár így is megfoghatja, ha összerakja az utolsó szektort. Szóval elég agresszívan fordul be a szóba. De a kigyorsítása az elég jónak tűnt. Nézzük, itt viszont nagyon lecsúszott. Ebben sem mélyre maradt az csúszott, igen. Kanyarban, abban nem biztos, hogy lesz javítás. És nézd, de ő is mégis javít behúztam. Egy tizedet. Hát ezt nem rontja el, akkor simán megelőzte volna a szerzőt szerintem. Igen, igen. Igen, a túl mélyre csúszott. Hát igen, nem egy könnyű féktáv az. Hárjadjon a kettes szektorban. Fuxi a boxba jön, hátul. Most nem állító, nem. Pető. Pető is körön lesz majd még. Ájod is körön, jobb és a ő tömött egy hátében. Javítás, de nem is jó halad. 0-2-2-es részidővel az elég jó. Az elég jó. Ott egy zavaró tényező, nem biztos, hogy segített, de olyan hűtésokat nem is zavart, hála az égnek. Viszonylag szépen ki tudta még kerülni. Szépen kiengedi szélesen. És javít 174 ezredet 5. helyre ugrik ezzel. Rát az utolsó szektorban is. Hát éppen, hogy 8000-et ne elmarad MTMS idejétől. Pető érkezik a kettesbe. Az utolsó gyors körére. Vajon meg tudja őrizni a pole pozícióját. MTMS viszont 600-ról tront az első szektorban, úgyhogy nem biztos esélyes lesz erre. De még így sincsen rossz köre. Közben már kilex is mérkörön. És szerintem megint már figyelmezetni őt álljod, így igaz, álljod, szépen lassan kocsikázik itt a középső szektorban. Szerintem erre játszanak az alfások ismételten. Igen, borzasztóan lassan megy. Nehogy elrontsam egy kigyorsítást azokon a hideg gumikon. Ha csak nem üzemihőn tartott a fékkel. Úgyhogy neki szerintem ennyi volt az az időmérő. És szerző is elvett, a szerző már nem fog tudni javítani, elrontotta. Elehibázott, úgyhogy innentől igazából kilex az, akit figyelni kell, illetve még akár hátrébb is lehetnek persze versenyzők, Lobonovihár, nem tudom, hogy elején tették, hogy most van gyors körön, nekem picit furán mutatta a játék az elején, úgy nézem, hogy gyors körön. Kilex 317-ig kihúzott a hetesbe. Elég érdekes taktika, de egyelőre úgy tűnik, hogy beválik pont nullával, zárja a szektort, és 76 ezeret javítással. Ha csak nem hibázik bele nagyon az utolsó szektorba, akkor megköjleljen a pozíció. Teljesen jól megvan. Egyelőre. Koppány ugrik fel a negyedik helyre közben. 25-4-jel. És igen, és megvan a pozíció Kilexnek. Ad egy tizedet szerzőnek. Erleming is körön, ahogy elnézem. Mögötte pedig ugye Lobanov Richard is, ahogy már az előbb említettük. Nézzük Erleming, ő is egy jó időmérős pilóta. Hova jön? Ide belehibázik, úgyhogy nem fog tudni javítani. Lobanov Richard pedig beforog a box utcába, úgyhogy ő sem fog javítani. És akkor ezzel, hát már csak a kettő McLaren felállító és a box utca Pető. László pedig 2,5 tized rontással. Akkor ezzel vége is van a mai időmérőnek. Hát Kilex az utolsó pillanatban kapta el szerzőt végül. Egy tizedet, hát pontosabban 101 ezredet adva nyerte meg a pole pozíciót. Szerző pedig további egy tizeddel van Zoltán előtt, aki hát az időmérő most nem tűnökölt. De a futamon ott lesz neki is a lehetőség a harmadik helyről nagyon simán. Illetve szerző azt mondta nekem, hogy időmérőn nem olyan jó ez a beállítás, versenyen viszont nagyon jó és jó a versenytempója, szóval kíváncsi leszek rá, és ugye versenyen általában rosszabbul szokott menni, mint időmérőkön, de most úgy tűnik, hogyha a versenytempót érzi erősebbnek, akkor lehet, hogy tényleg így lesz, és ő is harcol lehet a győzelemért akár, de nyilván elég gyors versenyzőkkel van körbevéve azért, hogy körülötte senkire sem lehet azt mondani, hogy lassú lenne, úgyhogy mindenképp egy jó csatát láthatunk szerintem, és főleg ezen a pályán ugye nagyon jókat lehet csatázni.
Rengeteg egyenessel, DRS-sel, szóval igazából lehetőség az ott lesz a pilótáknak. Igen, és ne felejtsd el, hogy Kilexő kapott szélárnyékot, míg szerző teljesen így maga tette össze ezt a követ, és egy tized bőven van a szélárnyékba. Szóval én nem féltem szerzőt se a tempó. Persze, meg lesz szerintem nála is. Simán meg lesz neki is arról, hogy harcolhasson a győzelemért. Na de hát akkor itt láthatjuk az időmérő végeredményét. Az első 13 van másodpercemből, viszont ők 8 tizedre. Keser az első, aki már jobban le van maradva. 1,2-re, a többiek viszont azért egészen szorosan vannak. Nyilván az első kettő volt el egy picit, mögöttük azért szorosabb a helyzet. Elképesztő, milyen szoros. Nem semmi. Nos, és akkor most jön az, hogy új lobbit kell csinálni. Új lobby? Új lobby? Új lobby. Mindig új lobbit csinálunk. Igen, ki is van írva, hogy új lobby lesz, mert... Akkor csináljam is, ugye? Igen. Jó. Kérvényezek egy időjárást, meg ugye a srácok elindítják a versenyt, hogy lássák, hogy mi lesz a pontos időjárás a versenyen. Már kapom is Danitől a képet. Hoppáré! Felhő, felhő, eső, inter, inter, vet, inter, inter. Azt a rohadt. Hú, várjál, ezt fel kell fogni és be kell állítani valahogy. Kettő szakasz felhős, kettő szakasz inter, egy szakasz vet, kettő inter. Azt az egy szakaszt mindenki túl fogja élni interen, szóval itt egy intergumit fogunk látni szerintem. Várj, akkor majd mondd, hogy hogy próbáljam meg beállítani, mert itt azt hiszem három rubrika van, ami alapján be lehet lőni a dolgot. Úgyhogy akkor mindjárt majd, ha odaérek, akkor azt megpróbáljuk megnézni. Megvan már az új lobby? Tudok jönni? A lobby az készen van, igen. Oké, akkor jövök. Silverstone is be van állítva. A időmérő az most ugye nem kell. És akkor jönne az időjárás. Három rubrika van, igen, akkor hogy próbáljuk? Három rubrika. Az első felhős. Rendben. Nap minden nélkül, annyira felhős. Így, igen, ez az. Azután intert állíts. Jó. Hát ez... Hát ez az egyvet, az semmi, ez kb. Két kör, egy kicsit erősödni fog az eső, de sajnos azt így nem tudod beállítani, hogyha csak három rubrikát hát tudsz állítani. Akkor állíts végig intert. Mert egyetlen egy kis szakaszban az mennyi két-három kör, az semmi. Arra nem fog így se úgyse kijönni senki. Tehát akkor felhős inter? Igen. Jó. Akkor be is állítottam, rendben. Egy Y-t nyomjál, nehogy kocsit kapjál. Rendben, hát még egyelőre úgyis a lobbit állítjuk csak, úgyhogy... De majd természetesen meg lesz. Az üzemanyag az üzemanyag az ugye? Igen, az easy. Jó, rendben. Akkor szerintem meg is van a lobby, majd a rajtsorrendet kell még belőni. Az pedig természetesen meg kell várni, hogy mindenki belépjen. Igen, intézem a meghívókat zsinórba. Jó, szuper. Ja. Ez megvan, még a PC-sek kellenek.
Minden igaz, küldtem mindenkinek meghívót. Hát érve 18-an voltak, ugye? Akkor még 4 pilótát várunk. 15-18-an voltunk, még 3. 3 delikvest várunk. Top 2 ott van, még nem választottak autót. Milyen szárnyakat mondanál egy Inter körülményre, vagy te szoktál szárnyakat emelni, hogyha esni fog az eső, vagy leküldöd úgy szárazon, ahogy van? Hát igazából inkább akkor szoktam csak állítani a szárnyon, ha több az eső, mint a száraz. Akkor ilyen, hát attól függ, ha kicsit nem, bár ha kicsit eső is van, akkor nagyjából olyan kicsivel szoktam szerintem venni, ha több a szar olyan összörnyékével. Nekem ugye ez a paraszt taktikámban, hogy dobok internél plusz 2-t, 3-at esetleg vetné meg 5-öt, 6-ot. Ugyanez szoktam. Rendezem, néztem meg. Az a az egész 300 vonunk, az lement úgy, hogy én készültem esőre és mindenre is, és soha nem esett, aztán abba hagytam ezt az esős dolgot. Igen, tehát F1-22-ben ugye rosszul mutatott, ott mindig más mutatott, mint ami valójában volt. Közben látom, benne van mindenki, úgyhogy akkor elkezdhetjük csinálni a rajtsorrendet. Szerintem. Neked megvan a rajtsorrend, ugye? Még egyszer? Megvan a rajtsorrend, ugye? Igen, 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 lefotóztam. Jó, rendben, akkor Alex volt az első, az megvan. Utána szerző a második. Harmadik az Zoltán, ugye? Zoltán, ugye? Nézem egy fél másodperc. Szóval Kilex szerző Zoltán Z, azután Kopány. Jó. MTMS-i. Már is. MTMS az ötödik. Igen. Hatodik állod. Igen, igen. Lemming a hetedik. Megvan, megvan. Lobanov 8. Igen, igen. 9 RBT Tuxi. Valamiféle, ja, igen, igen, keser félre csúszott. Tuxi a 9. Tuxi a 9. Így van. Jó, rendben. 10 Mákos. Mákos. Csak 10 elég lehet, hogy elég, pedig is elég szép. Igen. 11 Turbo Diesel. Megvan. Dozsi 12. Igen. 13 B Mark. Megvan. Ide jön Kessi jár azután. 14. Kessi, igen. Igen. 15 T Bence. Megvan. Kárlító Pető. Így van. Jó, akkor meg vagyunk. Jó, olvasd vissza légy szíves a névsort. Már is, csak gyorsan lementettem, akkor Kilax 1, szerző 2, Zoltán 3, aztán Kopány, MTMS-i, Ájod, Leming, Lobanov Richard, Tuxi, Mákos Kalács 10, Turbo Diesel, Tozsi, Vémár, Kesjár, T-Bence 15, aztán Kárlító, Pető László és Hágyó az utolsó hármat. Rendben. Rendben. Akkor egy mentést aztán. Nagyszerű. Akkor gyors. Átszaladom a lobbit. Tudtira jó legyen minden. Jó, jónak tűnik minden. Na jó, hát akkor indulhatunk is. Akkor mátorál. De egy Y nyomja, hogyha esetleg nem nyomtál. Meg volt, hát, de köszönöm szépen. Jó.
A A bajnokság hogy áll a bajnokság. Márci, ezt meg tudod nézni? Azt Most tudom nézni. nézem, nincs a kész Egy közelben, de pillanat. telefonoztál. Telefonoztál. Valaki azt írja, hogy nagyon recsegek. Érdekes. Ha lenémítod magad és visszajössz, úgy az megoldható, nem? Vagy Vagy. ha kilépsz és úgy vissza. Megtörtént a némítás. Nem Nem lehet tudom, vissza, hogy... ugye ez segíteni fog. Lehet ilyen zajszűrőt kéne állítani, csak azt sem tudom, hogy az hol lehet. Hát akkor Hát akkor vissza is kerültünk a és pályára, kerültünk a majd pályára, remélhetőleg az remélhetőleg az autóváltást nem felejti el autóváltást nem senki. felejti el senki. Főleg így esőre, Főleg ugye, a esőre, ugye, változásokat. változás. És hát nem tudom, Nem szerinted tudom, így szerintem elég közepesen fognak sem indulni a fognak. versenyzők? Szerintem szoftokon, mert csak két rublika volt. Ezt a pályát meg lehet csinálni soft médiumon, szerintem mindenkinél soft fog menni. Jó, van, van. Nem tudom, én átlába ugye, ha Általában így ugye, ha versenyzek, akkor versenyzek, a akkor a szokásos szokásos hard medium hard szokott medium menni. szokott menni. Emlékeim szerint legalábbis, de őszintén Legalábbis szólva őszintén. utoljára, talán Talán szeptember szeptember volt itt volt versenyem, itt úgyhogy már verseny, nem vagyok ebben sem annyira úgyhogy már biztos. nem. Egyébként, amit még akartam mondani itt az első téren, hogy már csak azért is szoktam egy kicsit előbbre számítani az elsőben, mert a játék kiírja ugyebár, hogy nem tudom mennyi, az a két rublikat teszem, az 10 kör, de amíg mi itt ülünk a lobbiba, számolódik az idő, és hamarabb fog érkezni az eső. Szóval az is lehet, hogy mire elrajtolunk már elkezd esni az eső. Tényleg számolja azt is? Számolja. Ezt eddig nem is Igen, tudtam. igen. Igen, igen, ezt akkor vettem észre, amikor voltunk az osztrák futamon, és kérlek szépen 12. körre írta az elsőt, a 7. körbe jött, mert ilyen 6 vagy 7 percet ott ültünk, és vártunk, hogy mindenki szalapoljon. És akkor esett le, hogy már ezt is elmondja, amikor itt ülünk, és csak várunk. És annyival mindig előrébb jön. Jó, ezt jó tudni, ezt tényleg komolyan mondom, ezt még nem figyeltem meg eddig, meg pedig már eddig, 5 éve már játszok 5 éve Forma 1-es valamelyik játékokkal. játékokkal. Végre én is tudtam neked valami újat mondani. Igen, valóban. Hát na, mindig lehet valami újat tanulni. Erre majd figyelj oda. Ha azt Jó, mondják, hogy 5 rendben van. percet setup voltok, akkor a számolj le belőle mindig. Hát ez viszont egy elég komoly elő lehet, így most, hogy ezt így elmondtad, Ja, köszönöm most szépen köszönöm. tényleg, hogy magasztottad velem. Egyébként kedden Köszönöm. ugyanitt lesz nekem is Silverstone-ban a versenyem, úgyhogy még akár Na, hozzá is tudom menni ennek az infónak. Na, remélem akkor valami változó időjárás jön, és pont a szoftok határain. Hát nem tudom egyébként mennyire követted most kedden a versenyt. A versenyt. Hungaroringen itt esős időmérőnk volt, de olyan esős, hogy slicken mentünk végig. És annak köszönhetően tudtam egyébként pole pozíciót szerezni, mert változó körülmények között ugye átlába azért jól megyek. Most is ezt tudtam kihasználni, pedig én sem rendes interes esőben, sem szárazon közelében nem lettem volna a pole pozíciónak. Így szóval majdnem két tized, azt hiszem másfél tizeddel nyertem talán az időmérőt. Aztán versenyben ugye nyilván így elég jó helyzetben voltam. De hát sajnos hát, hol Barcelonában nem. nem sikerült nyerni. Hol nem mész jól egyébként. Hát Egyébként azért egyébként vannak azok a pályák. kérvényezted. Hát van, hogy félre siklik néha. Kérvényezted itt a bajnokság állását, hogy már is azt hazudtuk, hogy Zoltán azért vezeti a bajnokságot, de ez ennek a fele sem igaz, mert Lemming megelőzte. Érlem, Lemming nem mondtam megelőzte meg. kérlek szépen 122-113. 9 ponttal előtte jár.
és mögöttük Killex van a harmadikon, Szerző a negyedik, MTMS-ig az ötödik, Ájod a hatodik, Jani 7, Kollár egy tartalékos, ugyebár nem kell bemutatnom, T-Bence 9. Igen, úgyhogy kétszer jött kb. Két verseny alatt. Hát nagyjából. Na, Kollár. Egyszer egy 26 pontja, meg egy 16 pontja van. És az a ciki érted, hogy így is előttem van, már nekem van több nullázásom is, ugyebár technikai gondok. És nézd meg az esőt, mit mondtam? Nézd meg az esőt. Már esik is. Hoppá. Amit mondtam. Hát, tényleg lájkevelekre fognak fölmenni az autókra. Én nem hazudtam. Igazán. Így vettem észre legutóbb is, mondom ott az osztrák futamon, hogy mennyivel előbb jött az eső, és akkor esett le, hogy mondom, hát persze, a lobbiból tűtültünk egy közel 10 percet. És most már se akkor interről indulnak vajon? Vagy így nem, akkor nem én azt hiszem, nem lehet beállítani. Csak én is, igen, én is úgy tudom. Én is úgy tudom, hogy ilyenkor szofton kell elinduljanak, és mindenki jön a boxba. Ez de jó lesz. Valaki tegye fel a hátokat, figyelj, többen hát. Valaki hátokat állított, nyilván csak ilyen beállítás. Hát remélem, hogy a médium is beállítás, hát ez egyértelmű mindenki szoft, és szerintem próbálják átállni internet, de nem lehet. Nem is tudom, ja igen, most volt Bereznaiéknak valami hasonló lobby, vagy lehet az volt a tiétek Belgába. Nem tudom már. Ja, nem, az a Till Liga volt, és ott volt ugyanígy Belgában rajt. Mindenki szoftan indult, és mentek is ki azonnal a boxba. Valaki nagyon okosan kint maradt a szoftokon, plusz két körre, nem tudom minek. De hát úgy összeakadtak, hogy hirtelen az intergumikon, hogy igazából jól jött ki belőle. Nem tudom már ki volt az. Érdekes húzás volt. Hát érdekes, hát akkor tényleg úgy tűnik, hogy itt is hasonló lesz a felállás, és tényleg már én sem látom az eső. Abszolút, abszolút esik. De nem értem, hogy mire várnak még a pilóták? Be lett írva, hogy mehetnek, már mindenki váltja is át szoftra. De nem hamarosan rajtunk. Igen, most már hallom a visszaszámolást. És ez tényleg esik szépen, úgyhogy hát izgalmas lesz itt az első pár kör mindenképp. És igen, itt vagyunk a rajtrácson, mindenki a like-emlékekkel minden bizonyja. Gyorsan meg is nézzük. Nem, az én végén vannak, akik közepeseket rakták fel. Minden esetre a mezőny elindult, és Killex jól kapta el rajtot, ahogy elnéztem, de ott mögött. Az egyik Alfatúr is, mintha jól indult volna, viszont Zoltán az, aki már lerajtolt a szerzőt, aki visszaesett ezzel a harmadik helyre, de ott van bizony Koppány is az Alfatúrival. Ugye Alex megtartja az első helyet, és egyelőre ez volt az Slick gumi bőven. Hiszem, hogy két-három körnél válnak már ki körülbelül. Nem is értem azt a médiumot. Ja, igen, én is azt nézem most, hogy most meg fullamos még sincs. De valószínűleg igen, érdekes. Játékig mutatja nekünk az első stratégiákat, kemény, közepes, illetve két kiállás. A szerintem is nagyon egyiket sem fogjuk látni. Közben egyébként Kármit az, aki nagyon visszaesett a mezőnyben, ő valószínűleg bekerülhetett valami balesetbe. Minden esetre a mezőny az, ami tovább. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első a támadásra. Szárnyál magát, de a Erlem igazán nagyon közel lenne, álljott hozzá, a kigyorsítást elrontotta, és ezzel most őt tolja a pályáról Loban Eriár. Viszont nem fog tudni támadni, megint láthatjuk ezeket a csodálatos stratégiákat, köszönjük szépen. Nem termes is sokat esett vissza, 9. pozíció. Nézzük, álljad, nagyon hibázgat, és Erlemink próbálja ezt kihasználni. Egymás mellett az utolsó kanyar, ide necces, épp ahogy elférte. Álljad, tartja a pozíciót, a szélárnyékkal nagyon jön Erlemink. De még mindig megvan a pozíció. Az Alfa Romeo most dobja be Erlemink. Álljad, meghagyja a helyet. Hája bajba lesz így, másodpercen kívül van, de ott körül vissza kell zárkózzon, hogyha DRS vonatba szeretne kocsikázni.
Ezért elég szorosan vannak a pilóták. És egyébként elég van, hogy felzárkózott 300-re. Itt tudja használni azt, hogy még egyben van a mezőn. Nyomnia kell 60%-hez. Hát igen. Én nem szokta így elnyomkodni, de most muszáj nyomni. Most is nyomja a pop után. Kell, akkor kell. Lobban ott már 35%-on. Lobban ott is nagyon támadna, de egyébként nem nagyon tud. Jó helyednek sikerült visszazárkóznia. Hát a vonatunk megmaradt egyedül. Hát kár az egész aki történt meg valami. De hova tűnt az eső, ezt nem értem. Nem tudom, érdekes, hogy a tényleg eset, de egyelőre tényleg az úgy szárad. Még a pálya. Zoltán pedig nagyon ott van, Alexem. Az ARS az egyelőre mindkettőknél 80% körül, úgyhogy ezzel elég jól spórolnak. Ez szerző mögöttük 70% van. Ugye egyelőre támogatok fel az eseményeket. És nézzük és Zoltán, másfél tized, és bedobja egymás mellett. És még mindig egymás mellett vannak kigyorsításon is. Ez háborús, kopszik. De itt igen, itt be kell dobni. Megvan Zoltánnak a pozíció, feljön ez az első helyre, de most ott van két tizedre. Még Alex. Tized. Vajon Alex visszatámad? Nem tudom, de az biztos, hogy ott van szerző nagyon közel hozzá a harmadik helyen. Inkább védekeznie kell, mint támadnia. Mindketten támadnak. És mi szerző is bedobja Zoltán mellé az autót, kérési a pozíciót megszerzi, igen, megszerzi. Feljön a második helyre szerző. Legjobb érdekezés a támadás. Így igaz. Szépen csinálta Alex. Nem semmi, mennyit egyben van az egész mezőn. Pozsi próbálkozik ott hátrén. Igen, igen. Az eső tényleg. Viszont hát talán a hatodik kör lehet a váltópont. Azt tippelném most így hirtelen. Mi szerzőnek kiparkodnia kell, az első helyen akar kimenni a boxba, de ez nem fog neki sikerülni, mert már Zoltán vissza is előzte őt. De egymás mellett továbbra is szerzőnek itt már el kell engednie, nem volt pozícióban. Ezzel visszaesik a harmadik helyre, mögöttük pedig továbbra is nagyon szorosan vannak. Tozsi az első, aki kiesett DRS-ből egyébként a 11. helyen, de is ott van egy másodperc környékén. Valószínűleg csak belehibázott. Egyébként még így is korábban jött az eső. Ha megnézed a képeket, nagyjából 4 kör tehető egy rublikára. És már az egy első rublikánál itt az eső, holott csak másodikra érte és úgy is lett állítva. Szóval most is korábban jött a kis várakozás véget. Azt leszámítva, hogy már a rajtnál is félig meddig ott volt az eső, aztán hirtelen megszűnt létezni. Lesz szerző alatt nagyon megingott az Alpin. Nagyon csúnyán megcsúszott, és ki is szakadt DRS-be, itt érdekesen megcsúszott a kigyorsításon. Másodpercen kívülre esett ezzel, viszont próbálkozik zárkózni itt az egyenesben, nyomja az ercet egy kicsit. 9 tized. Megvan az értékelésük. Épp ahogy, de megvan neki, bár elég korán fékezett, szóval a kérdés, hogy meg is marad-e. De hamarosan meglátjuk. Nincsen DRS, úgyhogy tényleg túl korán fékezett, ezzel viszont elég veszélyes helyzetben van itt Koppány előtt, de Koppány nem fog tudni támadni. Ez az, aki megindul féktávon. Erleming az, aki gyönyörűen megpróbálna alá fordulni, de nincsen meg az a tapadás, és meg is csúszik Erleming, és ezzel el is veszít egy pozíciót. Lobarov vihárzal szemben, de már érkezik, és az Aston támad vissza, és hát elég komolyan elhasznált itt minden energiát, ami még maradt abban az aksiban. Viszont visszajön a Ferrari, és most DRS-sel próbálhatna támadni, de Erlemingnek is van továbbra is
és nyithatja a hátsó szárnyat még mindig, úgyhogy nem lesz ebből támadás, és itt már lehet, hogy lesz egyébként egy-két pilóta, aki kimegy a boxba, mert már eléggé fogyóban a taparás, itt lehetett látni, mindenki össze-vissza ment a pályán körülbelül. Lehet, hogy lesz egy-két bátor jelentkező, aki felteszi azokat a zöld oldal falu pirálikát. Nézzük, az első ötösben lesz-e ilyen, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs. Szerintem már érdemes lenne kiállni. Igen, legalább hátulról meg lehetne próbálni. És nem látok senkit. Hátulról pláne. Volt elég jó a lábvágásra. Igen, 1.33-akat mennek, tehát a következő körben már körülbelül legál lenne a tapadás egyébként. Igen, igen. Körben. És mire bemellek, szép ide belát is még idő, és akkor pont ott is lenne. Én hátulról biztos, hogy bevállaltam volna 10-12-től visszafele. Igen, egy kis kockázhatás simán belefért volna szerintem is, de úgy tűnik egyelőre senki nem volt elég bátor. Ebben a körben viszont már mindenképpen kellene jönnie pár embernek legalább. Szerző például, ha esetleg előre nem állnak ki, akkor helyében mindenképpen meglátogatnám már azt a box utcát, de szerintem már többen is fognak nézni, hogy mi a helyzet oda bent. És hát láthatjuk, hogy mindenki nyomja egyébként az ARS-t is. Menni kell, menni kell. A szerzőnek már biztos, hogy nem lesz DRS-e, itt látszik, hogy azért itt az esőben neki nincsen meg annyira a tempója többiekhez képest. Még egy előre, de lehet, hogy csak bele kell szokni, aztán ő is gyors lesz, itt láthatjuk, itt megoszbek ez csepőben hozott 3 tizedet, hanem 4-et, de kigyógyítás, nem megy az autója. De még tépen megmeheti. Koppány az átokorja, de még Ayod is szerző visszaesik 5-nek, de legalább nem tudja össze az autót, sőt csak 6-nak. Én szerzőnek itt kötelező kiállnia. De kötelező, nem mondom, de mondom miért kötelező nem kiállni, hát menj már ott jobbra, hát. Muszáj lett volna kiállni, nézd meg, hogy esik, már állt, hát szó, de áll a víz a pályán. 34-1, hát, necces. Neki most vissza kellett volna megnyitani azokat a pozíciókat. Na és a mezőn végén már lehet látni, tényleg kiálltak ketten, Tozsi és Pető László vállalták be, úgyhogy őket lesz majd érdemes figyelni a többiekhez képest. Én nézem őket, hogy hova érkeznek, természetesen zöldeket tesznek fel. És ilyen Kárlító is. Számomra furcsa, hogy csak 3 álltak ki végén. Igen, meglepő, hogy még csak a mezőn utolsó 3 pilótája döntött a kiállás mellett. Bármilyen nyithatnál DRS-t, igaz? Vagy már kikapcsolták hát, ki? Igen, még nyitható azt hiszem, de hát most lehet, már hogy akkor azért maradnak a vonatban. A kopszat is. Lassú kanyaroknál meg ugye még kevesebb a tapadás, tehát itt már mindenképp ki kellene állni ebben a körben szerintem. És már hát látszik, hogy eléggé szenvedős a helyzet. Mondjuk amíg nem hűlnek el teljesen a gumik, addig persze jól slick is, de most már 5 másodperc hátrányban és az egyénileg jobbjához. És most valaki visszaesik, Lobonov Richard és Mákos Kalárt szálltak el mind a ketten, ők valószínűleg össze is érhettek akkor. Esnek vissza a mezőnyben a legvégére. Na nézzük, most kiáll ki. És az első 2, 3, 4, na Erleming az első bátor jelentkező, és jön vele szerző is. Na akkor őket lehet majd figyelni a mezőn többi részéhez képest, az elejéhez legalábbis. Tuxi és Tiburiza és Waltzmark is. Hát igazából a mezőn top 5-ön kívül mindenki is kiállt. Pár versenyző kivételével. Úgyhogy most lesz majd érdekes leginkább az, hogy szerzők hova jönnek. Mi Tozsi és Pető is ott voltak a mezőnyben. Hát ők inkább hátrébb voltak szerintem, ők maximum az hátrébb voltak már? Fogják elkapni a parknak. Úgy nagyon küszködnek már, hát ez már mindenképpen Inter inkább. Nézd csak Petőéket. Bőven előznek. És valóban, tényleg, simán feljebb jöttek a mezőnben. Néztem, hát, a hárman szektorban nagyon közel voltak. Nézd meg, mennyit előztek. 11-12-re feljött. A Lobanov Richardnak a közelében nem voltak, ugye ez tényleg nagyon megérte, és akkor ez problémás azoknak, akik kimaradtak. Ezzel Zoltánék lehet, hogy el fogják veszíteni a vezetőhelyet. Erleminggel szemben, de meglátjuk. Bár Lobanov és Kier Mákos Kalács értek össze, szóval lehet, hogy ők ezért hívják plusz 2 embert ezért előztek. Ők összeértek, és ott sok időt vesztettek.
Na de nézzük, de Alexék már nagyon szemvenek, most már tényleg ki kell állniuk. Ájod még kin marad egy körre, Szegény Ájod. Neki muszáj. És Zoltán most pedig egy másodpercet kap, mert gyorsan megy be a Zoltán boxba. Rendszerint összeszedni. MTMS-i pedig bukik 3 másodpercet a boxbejáraton, annyira óvatosan csorog át befelé. Így 3 másodperc mindig jobb, mint ötszeg. Hát nyilván, de akkor is. Volt már közben 3 másodperces büntetés kap, ha már 3 másodperceknél tartunk. Na nézzük, Erlemingékre vagyok kíváncsi, hogy hova jönnek a mezőnyhöz képest. Vagy hát a mezőny hova jön hozzájuk képest inkább, bocsánat. Nagyon meg átugorja őket, nézve meg jönnek egy gyorsításon. Nyilván nem egy stabil gyorsítás. Zoltán most jön ki a box. Nagy tempóval fog jönni. Hát, az necces lesz. De itt már gumik jobb függeségleten meg... vannak. És Kilex már megvan. Kilex hogy ennyi időt bukott? Nem ő vezette a futamot? Zoltán Kilex előtt van? Ez már hirtelen... Csetegették a pozíciót. De ennyit nem bukhat, akkor is mögötte kéne legyen egy-két szekkel. Hoppány és Alex pedig nagyon csatáznak itt a 4.-5.-én, és egyébként jól láttam, még mindig engedélyezett a DRS, pedig ilyen időben már nem nagyon kellene. Ez elég érdekes. De lehet, hogy rosszul láttam. És most kapcsolták még csak ki. Hát nem semmi. Van egy ilyen mondhatni parasztabály, hogy amíg nem kapcsolják ki a DRS-t, addig ne állj ki a boxban, meg... De hát... Ez már nagyon késő kikapcsolás. Kárlítóval nem tudom, mi történt, de csúnyával ment a bukótérbe az első szektorban. Hát ez ott egy elhamarkodott kigyorsítás lehetett. Igen, valószínűleg. És Szegény Ájod mennyi időt fog, és mennyi pozíciót fog bukni ezzel, hogy még egy kört kint kellett maradni, hát nem lehetne meg, ha ő is csak még ilyen Lobanov Richardék mögé érkezne Mákos Kalácsék környékére, sőt MTMS-i 50-12-en. Hát, nagyon vissza fog esni a Jocegi. Viszont az Interrel végig megy a versenyen, és ugyebár nagyon jól kezeli a gumikat, még esetleg a végén ő vissza tudja magát tornázni. Hát ezen az egy-két körön szerintem nem fog múlni annyi, de természetesen majd kiderül. Elsőben nagyon sokan, ugyebár egyébként is sokan ABS-t használnak, és elsőben nagyon sokan elcsúszkálnak. Kicsit keresztben. Pont kijött a mezőny elé a 6. helyre, akkor mégse bukott ezzel sok időt, az szépen visszajön. Ennyire lett volna még tápadás a szoktokon. Érdekes, pedig a többiek már aranyra buktak időt tényleg. Mi már itt emettük. De akkor jött szépet jött végül még a szoftokon. Hát bukott egy kis időt, 3 másodperc környék azért ott van, szerintem szerző mögött volt nem sokkal. De hát jó, annyit nem, de talán 2 környékét, ami azért megsüvegelendő ahhoz képest, hogy mennyire leszakadt az ég. Magához a rajt pozíciójához képest teljesen stagnál, 6. indult, szóval... Igaz. És muszáj volt igazából, mert ott volt Alex mögött közvetlenül, sokkal többet bukott volna, ha egyből kijön. Elkényesi az, aki további pozíciókat bukott, 6. 6 pozíciót bukott már a rajthoz képest. Ja, ott valami félre csúszott MTMS-nél, csak pont lemaradtam róla, lehet, hogy is összekoccant valaki, bármi szárnya tört, vagy valami hasonló. Minden esetre egyre támadja Pető Lászlót, és külsőjében próbálja előzni a Stóban. Vajon összejönne neki, külsőív, és körbeautózza simán. Probléma nélkül, ezt szépen megcsinálta. Fajon 11. helyre MTMS-i. Következő célpontja az akár Brian lehet, miközben Erleming az első két helyen autózó versenyzőnek büntetése van mindkettőjüknek, és hoppány az, aki megpróbálja megelőzni Erleminget. Egymás mellett az első szektorban, Leming nem hagy sok helyet, de azt ki tudja használni Koppány. Külső éven továbbra is, szépen megmaradnak egymás mellett, eléggé közel voltak viszont egymáshoz. Na de nézzük, Koppánynak sikerül megelőzni a Leminget, továbbra is egymás, mert Leming nem akarja elengedni a Taurit. Istennek. Nem is teszi. Leming érdekesen beszitált ott az egyenesre való kigyorsításnál. Kicsit olyan kontrolleres mozgása volt, pedig fanatekkel közlekedik. És mellé megy. Kettő szektort egymás mellett akarják megcsinálni?
Vagy csak fárasztja. Hoppá, elég durván fárasztja a leminget. Nagyon szépen csinálja. Hát valamit muszáj kitalálnia, ha előzni akar. És nézd meg, hibára kényszerítette, Lemming forog. Hát ez nagyon szépen megoldott a kopány. Az hát, igen. Akkor ellobotta vele. Igen. Rossz ívre kényszerítette. A szegény Lemming pedig visszaesett ez a csapattárs elé, mögé most már. De... Zoltán hát igen, Zéf. Ez a tizedik helyen. Zoltán pedig, hát nem tudom, ő óriási tempót itt, lehet, hogy esős beállítással jött, aztán... Igen, ez elképált, igen, ott az új lobbynak az átka. Édeszebb, hogy van a harsóbb egy esős setup, és azt hozta el nekünk. Zoltán egyelőre úgy tűnik, hogy még az 5 másodperces büntetés ellenére is simán megnyerheti a futamot, akár. Már egyelőre csak hagyja és hagyja le a mezőnyt, folyamatosan növeli az erőnyét. Ezben lassan fél távnál tartunk, 12. körben járunk. Lobanov és Mágos Kalács ismét egymásra találtak. Pontak nélkül nem tudnak menni. Na nézzük, láthatunk egy Hamilton Verstappent, elveszi Lobanov. Rátérben MTMS-i nézdelődik. Vagy a 20-21-es játékban nagy esőmenő volt. No, emlékszem, 20-asban még csatáztam is ellen elsőben, igen. Bár inkább csak idővel, de nagyon gyors volt már akkor is. És ki is bújik, bejön belső ívre. Egyelőre, egymás mellett lobban a Richarddal. Új, de megint a fal felé. Ajajajajaj. És visszahozza még az autót, hát nem volt szép pofon Lobanovtól. Pont külső kamerából láttam, aztán a pofon nem látszódott, csak az, hogy már megy el az autó keresztbe. Szépen megmentett. Új, és előtte meg mennyire táncol a csapattársa. És épp, hogy megmentette itt attól, hogy az a asztont, hogy a boxfalba fúródjon. Szerencsére ez nem történt meg. Ez Válkos Kalács egyébként így, hogy megelőzte Lobanov Richardot, már Tuxi mögött nézelődik és próbálja megelőzni a házt. De meg sem nézni, mert Tuxi alatt megáll az autó kigyorsításon, és most egymás mellett megy Lobanov Richarddal, össze-vissza csúszkál a komplet mezőn, körülbelül akiket mi látunk. És még mindig egymás mellett, Tuxiék össze is érnek, egymás mellett fordul a ház és a Ferrari, és külsőjében végül Lobanov Richardnak megvan a pozíció. Ezzel feljön a hetedik helyre. És még hát úgy tét Bence is, Pető. Ugye pálya egymást. De Pető elengedte végül. Nagyon közel vannak itt Turbo Diesel-el együtt. És Erleming bedobja Tuximel, és megvan neki a pozíciót. Megadsz be, bemenet előzte meg a házt. Elég agresszívan, Tuxi lecsúszott a kobzban, el kellett venni a gázt, és ezzel megérkezett az asztal. És jön a másik asztal, a MTMS-i is támadja már a házt. Külső éven, belső éven mindenhol nézelődik, de vajon hol fog előzni? Sehol nem fog előzni, besorol a ház mögé. Inkább kivár a következő benyára, gondolom. Hosszabb féktávot szeretne hozzá. Külső éven vajon megpróbálja? Jobb kicsigyorsítása jobb lehet. Hát, de az ívet eléggé elrontotta ő is. Jobb évről talán, mert azt a mindenit, mi történt a Tuxival? Hogy mentette meg azt az autót? Hát azt a mindenit. Megindult el a fal felé a ház Ferrari. Igen. Hát az szép mentés, le a kalappal. Nem tudom, hogy rátette a kerékvetőre, vagy mi történt azzal a házzal, de olyan durván én ritkán látok meg csúszni autót. Hogy mentette azt meg. Ha azt kell mondjam, ahhoz képest, hogy esős futamot kaptunk, azért bőven benne izgalmak. Igen, hogy elsőben általában szokott lenni, nincsen DRS, senki nem tud előzni, most egyelőre nyílt. Igen, rendesen.
Igen, és mindenki elég sok, és nem mindenki, de elég sokkal másodpercen belül. És a vonat már egyrészt megmaradt. Nem semmi kis brigád. Előbb ki lesz az, aki kergeti kompányt. Igen, most ő gyakorlatilag Koppány kikerült a Kilexet, aztán azóta nem tudta ott hagyni, viszont ő is marad le Zoltántól. Zoltán igen. Nem tudom, mit talált, de valamit nagyon megtalált, és egyébként eljött már ott van mögöttük, halkan megijezni, és ugye ő hatodik helyre jött vissza 3 másodperccel szerző mögé, az képest nagyon szépen fölzárkózott. Ugye, ugye? Ugye? Hogy neki is tényleg jó az első sempója. És ez a két kör gumiba. Természetesen. Egy vagy két kör? Hát az is ő sokat kettő számít. Hozzájuk képest. Bár nem, Alexékhez képest csak egy szerzőhöz képest már kettő. Hát szegény szerző most szárazon meg lett volna a tempó, és most esik neki az eső. Kettesig leváltott szerző féktávon. Aztán hármasba feldobta ki gyorsításon, és arra, ahogy váltott hármasba, azonnal ugrott a hátulja, és kicsit driftelt is. Kettest? Miért használ kettest? Egészen láttad ott is. Nagyobb azt figyelt, hogy amikor hármasba vált, akkor szittál be a hátulja. Hirtelen kap nyomást. Szerintem úgy gondolom aránylag sok mindent tanítottam szerzőnek, ezt a hülye stratégiát viszont nem. A gázállásra, így esőben. Kettes így leváltani. Egyébként sem szokásom, főleg nem esőben. Én nem is értem, hogy mit gondol. Hát én csatázásnál régen használtam, amikor a motorféket, hogy mélyebben tudják fékezni, de ennyi. Azt akár egyesig is. Még te kommentáltad le az USA-t. Volt olyan, hogy véletlenül üresbe is lementél? Igen. Te kommentáltad USA-t, és volt, hogy egyszer véletlenül üresbe leraktam, és megrándotta úgy az autót, hogy majdnem falba mentem. Igen, azt megértem. Azért az ürest annyira nem szeretik, mert menet közben az autók ilyen 56-ban kilométerével. Lemming box. Tosh box. Wimmer box. Valaki nagyon lassan tuxi megforgott valószínűleg. És nem cserélnek szárnyat az asztonnál, úgyhogy valószínűleg csak egy gumikopásbeli probléma adódott. Mikor kezdtük el feltenni az intereket? 4-től 7-ig. 6-7 kör környékén azt. Igen. Két kiállást igényelnek az interek. Én azt hittem, azok elmennek. Szurkában volt azt hiszem ilyen esős futamom, és ott, ott nagyon koptak az interek. Szóval simán elképzelhető, hogy itt is az a helyzet. És akkor lehet, hogy tényleg kellene fog a két kiállás, az viszont. Hát elképzelhető, hogy majd eljött Malamára hajtja a vizet, tekintve, hogy később állt ki. Többieknél. Eljött gyorsan, mint Alex. Az első, hát ilyen 2-3 tizedről követte a kettes szektorban. Azaz, hogyha 4 tizeden belül tudod követni, akkor biztos, hogy gyorsabb vagy az előtte lévőnél. Lassan ideje lenne elgondolkozni egy helycserén a csapatban. És meg is történik, mert Alex kijön a boxba. Álljon meg tovább, ismételtem, megint meg tovább, ugye bár neki frissebbek a gumiai. Zoltán is a boxba. Letöltötte az 5 szeket, így már csak 2-3 szekre fog csökkenni a különbség. Nézzük, hova jön Alex Zoltán Zéhez képest. Hát Zoltán a óriási az előnye. Mondjuk, hát igen, még így a büntetés letöltése után is több mint 3 másodperc elvezet. Amikor nem néztem, hogy mennyi volt a különbség, amikor kiálltak. Hát ilyen 9 másodperc környéke volt már. Még ott van kapottán is. Elképesztő. Nem semmi.
Hát Zoltánt itt most nem lehet megfogni. Vagy magának rontja, vagy senkinek nem lesz semmi esélye ellene. Körülbelül. Jelenleg bőven visszaveszi a vezetést a bajnokságban, bár Erlemin megelőzte. 9 pont, annyit bőven összeszed, hogyha behúzza ezt a futamot. Hát igen, annyit bőven. Mennyi? 30 pont, ugye? A pont igen, igen. Napján. 30 és a 9. tájt, ugye megnézzük, hogy mennyi az annyi. 8 pontot kap. Hát bőven megduplázza, visszaveszi és megduplázza azt az előnyét. Hát pedig továbbra is maradt kint a pályán egyébként, ő nagyon arra játszik, szerintem minél később álljon ki, és akkor a frissebb gumikon próbál majd aratni szerintem. Nyilván ilyenkor többet ér, mint szárazon, de azért hát ezen a pályán alapból mennyi, egy boss kiállás 26 másodperc körül van, és az esélyben hát, 23 környéke szerintem. Szárazon 29-30 is akár, hogyha elcseszted egy kicsit, de 29 megvan az. Esőben, hát interen, nem tudom mennyit csökken a tempó. 12-es körül. 3-4 másodperc környék körül lett, de akkor is ilyen 25 másodperc, hát nagy hátránya lesz. És érdekes egyébként nézni, hogy T-Bence is továbbra is kint van a pályán, ők ketten nem álltak még ki. Igen, igen, azt próbáltam fejtegetni, hogy mit csinált T-Bence ott. Nem igazán értettem, mit csinál a Ferrari mögött T-Bence, hogy jött 12-t. De igen, még nem állt ki. Most arra kezd meghalni a buli, mert mindenki szépen leszakadt már a másikról. Dozsi és Lobanó vezetik, illetve Pető. Ők azok, akik egy kicsit úgy egymásra találtak. Koppány pedig megelőzi közben T-Bencét itt a célegyenesben. Nagyon jól tudok kivalósítani az a teorival. Az előbb oda néztem, még jócskán 2 szekre volt tőle. És bejött Daninak a safety car. Ó, és eljött, az viszont nagyon az jól összejönnek. És de miért jött is. Azt High nem tudom, csak az első a sárgaságot. De most csak ezért, ezért? Highgo-nak? Highgo-nak hát volt teljesen. Ha pályán az ideális íven maradott a törmelék, akkor kiküldje a safety car-t, igen. Már igen, köztudottan egy VST is elég lenne, de ez Daninak most nagyon-nagyon jól jön. Most mindenki ki fog jönni friss interekre. Aki nem az előbb-utóbb fel lett zabálva. Hát most mindenképp kell állni a Daninak is, T-Bencének is mindenképp. Muszáj lesz. Hol volt Zoltán Z a boxba? Igen, nézem az idejében. Hát csak 2 kör óta van fenn neki, Zoltán azért nem fog jönni a boxba. Abszolút maradnia kell. Csak 2 kör óta, az nem számít annyit, inkább pályapozíciót kell fognia. De Dani mennyivel? 18 szek, még így is lehet, hogy elé jön ki, ugyebár tartaniuk kell a deltát, az is lehet, hogy még eléig fog kijönni. Hát még csak most gurul be, nem. Zoltán azért szerintem visszaveszi a... Hát ez cseszett lássuk, ez a box utca. Visszaveszi bőven Zoltán azért vezetést, viszont Dani ott lesz mögötte, mert Koppány, ő is elment a box mellett. Koppány megelőzi Danit. Viszont csak 2 ember van Dani előtt. És mehet a friss interekkel majd a 2 pilóta után Koppány és Zoltán zélkopottabbakon. Csapattársa hátulról védeni fogja,
ő is egy körre vagy kettőbe hamarabb felrakta a kettővel, azt hiszem ő nem fogja támadni, védeni fogja, tisztán vadászhatja majd az élen menőket. Ez Daninak nagyon jól jött ki. Hát Dani most, Daninak most az igen. És ugye neki láthattuk, hogy milyen jó volt a tempója az előző. Igen. Frissebb gomikon is van, még frissebbekkel, mint a többiek. Viszont Zoltán térnek is van tempója. Úgyhogy mindenképpen jó pozícióban. Igen, hát Zoltán valószínűleg nem lehet most őt elkapni ezen a mai futamon. Viszont Koppány ellen mindenképpen mehet Ayod, és ha jelent annyit a friss gumi, akkor simán elképzelhető, hogy akár az is, hogy Zoltánt is megszorongathatja, még ha a pozícióját át sem, nem is tudja majd átvenni. De az esély az mindenképp ott lesz arra szerintem, hogy legalább a második helyet megszerezze. 20. körben vagyunk jelenleg, még egy két kört eltöltünk most a safety car mögött, 4 kör lesz rá esőben, DRS nélkül ugyebár. Hát én talán azt mondanám, hogy Koppányt el fogja tudni kapni 4 kör alatt, de Zoltán szét már nem fogja erőltetni. Mert az is fontos, hogy ne dobja el az autót, és megtartsa ezt a pozíciót. Jelenleg Alfa 3-4. Egy csapat nincs, aki ennyire közel lenne egymáshoz, és nyeregységesen mennének. Két asztal ment nagyon sokáig így, de mindig valahogy, vagy Lemminger, vagy MTMS, miért történt valami, és egy kicsit szétszakadtak egymástól. Fogunk várni hány órában a körben, ott elérni majd a mezőnyt, vagy majd a következőre csak? Nem vagyok benne biztos, hogy fog rá várni egy jobban, nem mindig szokott várni. Hogyha szektoron belül érkezik, akkor már el szokta engedni a safety car. Akkor nem várja meg, hogy teljesen felcsatlakozzon. Szerintem be fog érni hájgó szektoron belül, viszonylag egész gyorsan közelít. Bár a harmadik szektorig kéne beérjen. És a kettes szektor végén ott belassul a safety car nagyon, ahol Haigo majd nagyobb tempót tud jönni a Cop Space-en. És már szektoron belül van, szóval szerintem létezhet, hogy elengedi már ebbe a körbe. Igen, mert csak nem akar hobbiból kettőt. Akkor viszont 5 kör lesz még hátra a mezőnek. Ezt már el fogja engedni. Látod, itt nagyon belassul itt a S2-ből. Megkérjük azt a feliratot. De nem úgy tűnik, hogy elengedi. Még viszi őket. Mégis. De milyen későn írja ki? Nagyon későn. Túl előtt éppen. Megvártam, míg az utolsó autó is áthalad a hármas szektor érzékelési pontján. Pontosan akkor írta ki, amikor Haigo is átjött. Na nézzük Zoltán Zének az újraindítását. Túl sok variációja nincsen egyébként. Elég rövid ez a szakasz. Hát nem tudom, szerintem valahol a vonal előtt fog odalépni, vagy itt egyből kigyorsításon majd meglátjuk, hogy dönt Zoltán. És már indítaná is, csúszkál össze-vissza. Ez egy elég erőtetet. De jól elkapta nagyon, és Koppány pedig egy kicsit lemaradt, 2000 hátrányban az Alfa Tauri. Szerző pedig már megőrizte Alexot, Alex valószínűleg belehibázott, ő is az újraindításban lemaradt nagyon. És ezt ki is tudta használni az Alpinos. Viszont szerzőnek friss gumia van-e? Szerzőnek friss gumia. Igen, neki 4 körös interek, 2 körrel kopottabbak, mint Ayodnak, viszont nagyjából egy igen, igen. Nem, igen. Többieknek. Megzavart a safety car-nek a körideje, azt hittem az volt a box kiállása a legutolsó, de nem.
csakályod van ilyen friss gumin. Illetve T-Bence még hátul, és Kárlító. Itt tájadon van most a világszemben, hogy mit tud alkotni. Lennél, mert Zoltán már másfél másodpercre vezet Koppány előtt. Nyomja is az erszetájad, ahogy Koppány is. Ráfeküdt a gombra. Nézeledik állja, de nem vállalja túl magát, hisz tudja, hogy itt ezt még nem lehet megcsinálni. Három körre. Kárlító öceket kap. Safety car. És megint safety car, mi történt megint? Hát ez most nem tudom mi. Kárlító bejött a boxba, meg egy ház. Össze. Hát ez Dani-nak az esélye, hogy teljesen lerombolta. Igen, innentől ez marad le sorrend. Nagyon jó irányításban bíthattak. Száncsere Tuxinál. De Kárlítónál nem láttam száncserét egyébként. Az nem azt jelenti, hogy nem akadtak össze. Hát álljad most biztos rágja a kormányt. 23. kör. Hát itt. Viszont most szerintem nem lesz csak ez az egy kör safety car mögött, illetve a következő bocsánat, mert ilyenkor a vező verseny végén mindig kell még kettő versenykör legalább, úgyhogy igen, nem igen, tudom, igen. Melyedik kör a safety car mögött lesz, aztán utána újraindulunk. Sajátnak a gumihőre kell nagyon odafigyelni, hogy ideális gumihőt tudja tartani majd az indításra a 24. körre. Remélem észnél van. De jó, hogy utolsó kettőre elenged így vagy úgy. Mert ha esetleg Koppány nem figyel oda a gumihőjére, és hidegebb aproncsokon fog indulni a mezőnnyel, akkor sokkal nagyobb esélye lehet eljönnek. De nem igazán látom, hogy taposna a féket. Hát Zoltán mindjárt utoléri a safety car közben, ahogy elnézzük, ugye még itt nagyjából ez a kettő kanyar, aztán be is sorolhatva, kíváncsi, hogy épp így utol fogják érni a safety car-t, ugye kettő pilóta, Tuxi, illetve Kárlító, akik nagyon le vannak maradva, ugye Kárlító már körhátrányban is van szegény, úgyhogy neki innentől ez a verseny az igazából csak arról szól, hogy végig menjen. És helycserék közben Luboron Vihárd esik vissza, lehet, és összeütköztek valakivel? Többen is buknak pozíciót, Pető László 5 másodperc, Valtmárkis 6 másodperc. Akkor itt bizony összeütköztek páran. Szerintem valaki véletlenül megelőzött valakit, azt mondom, hogy visszafékezett, hogy elengedje. Új történetek ezek a helycserék és a kocsonások, és az, hogy sérül, akinek az autóval mindenki kap összeket. Igen, igen, ezek történnek, ez a... Nem tudunk egyszerűen gázelvétellel megurulni a safety car mögé. Ez a hirtelen valaki befékez, négyen megelőzik, aztán összezavarodik még a játék is. Nem vagy a pilóták, hogy most ki hol volt. És be is jön, így van, beigazolódott. A jóslat, 24. körben már rajtolhatnak. Az utolsó két kör az valóban versenykör lesz. És végül is, hát Kárlító még talán, és megint összetömörülnek nagyon. Egyébként megint történhetett pár elcsire, aminek nem kellett volna. Húha, nagyon. És igen, Mákos Kalács és Tozsi, nagyon. Hát igen, itt az a baj, annyira összetömörül a mezőny. De itt nagyon megállnak már szinte. Zoltán, de aha, azért fogta visszanyelmezni, hogy el tudja már most indítani.
Ez viszont nagy taktika volt, viszont a kigyorsítása nem sikerült olyan jól talán, de még így is el tud lógni egy kicsit. 8-7-10, igen, azért csak kérdőnye a picit, de így is bőven ott van az első helyen, és hát a közelében sincsen koppány, és Ayodra leszek még kíváncsi, hogy így vajon el tudják kapni koppányt vajon. De azért szerző is ott van nagyon közel, és nézelődne, majd még Ayod mögött, ha tud. Viszont Alexnek innentől szerintem nem nagyon lesz esély. És ha megnézed, akkor az első hat ott van egybe, Tozsi pedig 3,6 másodperc, úgyhogy ott tényleg voltak problémák hátrébb. Ezekkel a hátrébb kapcsolatban. Rengeteg probléma volt, és meg is löpöttek azután, hogy hirtelen semmiből meg elindult a mezőn. Ott háttérben már Lobanov Richard előzni MTM-esítek, viszont külsőjében nagy tempót tud átvinni a kanyaron, és meg is lóvja a pozícióját. A Sárga Zászló, mint Valcmark az, aki eldobta az autót, Pető László pedig ismételten a boxban. Valószínű a nagy helycserék között kicsit meg is sérült. És ezzel hát McLaren 1-2 lesz, csak hátulról nézve sajnos. Nem baj, az is valami. Rájött 2-15, hol jaj a... Henger Street-en bemegy külső íven, ott tartja a koppány mellett, de ezt esőben nem lehet megcsinálni, külső íven nem elfog maga sem, de Babi bemegy ott mellé. Ott tudja tartani, és megvan neki a pozíció. Hát ott megelőzi a külső íven koppányt. És megcsinálja. Nem semmi. És ezzel csak megvan neki az a második hely, de Zoltán vele már nem nagyon fog tudni mit kezdeni. Illetve a kérés az, hogy vajon belehibázik-e. Még egyelőre nagyon keresztben jött ki itt az utolsó kanyarból. Megint Sárga Zászló, megint eldobta valaki, Lobanov Richard esik vissza pozíciókat a Ferrarival. Amennyire dicsértük a Ferrari-sokat, hát az egyikük megnyeri a futamot, a másikuk pedig egyelőre a 15. helyen itt az utolsó kör kezdetén. Megvan a Leclerc Sanyi páros, nem? Hát, körülbelül, bár azért Sainz ennyit nem tudott kapni, de hát... Kíváncsi vagyok, hogy majd Hamiltonnal mit megy Leclerc, és kávítom most lett a fel a futamot. Az utolsó kör kezdett, és az egy kört ezt már nem bírta ki szegény. Na de mindegy. Szerző egyébként még nagyon közel koppályoz, még akár lehet, hogy el tudta volna kapni, ha nincs ez a komoly megcsúszása. Viszont valószínű, hogy marad a negyedik helyen, és Alex viszont annyira le van maradva, hogy neki esély sem lesz szerző ellen. Mert csak nem még egyszer van egy hatalmasat. Tozsiékhoz, ha kapcsolsz, esetleg ott Mákos Kalás, mert borzasztóan közel van Tozsira. Való igaz, hogy szalacsúszott Márkos Kalács. Viszont hatalmas tempó előnye van az egyenesben, szóval Márkos Kalács száraz setup-pal jöhetett, Tozsi pedig inkább esősre, hatalmas különbség volt az egyenesben. Persze erres is, szélárnyék, de akkor is azért az jelentős különbség volt. Itt vagy úgy rakétákat. 320-330 fölött. De nem éri utol. Nem lesz esély, és akkor ezzel körülbelül itt véget is fog érni a futam. Zoltán lesz az, aki megnyeri. Csak-csak összejön neki, még a safety car-ok büntetések minden ellenére, és Zoltán azért megnyeri a brit nagy díjat, és ezzel visszaveszi a bajnokság első helyét. Ájad végül a második, egy szépen összehozott taktikával és egy gyönyörű előzéssel a végén. Koppány a harmadik, szerző a negyedik, Alex az ötödik, majd jön Tozsi, Mákos Kalács, kettő Aston Martin, Turbo Diesel, Bence, Tuxi, Lobanov Richard, Haigo, Kesjár, Valcmárkot és Pető Lászlót pedig még várjuk, szegény Kárlító pedig az utolsó körre nem volt már türelme. És az 17 célba érő lesz, ami azért egy esős futam, nem egy rossz arány, és ha úgy nézed, senki nem tört össze. Igazából, ha Kárlító nem áll ki, akkor 18/18-an befejezték volna a futamot. Igen, abszolút, abszolút jól, jónak tűnik. Voltak itt a safety car-nál is félrejöttések. Akkor most ér be Pető László. És ér véget a futam. Én abszolút köszönöm az egész megjelenének ezt a futamot. Borzasztóan jó volt közvetíteni is. Jó. Igen, volt izgalmas volt nézni is. Lehettünk szemtanulni. Voltak jó csaták, illetve azért az eső is hozott izgalmakat természetesen. Közben nálam mindenkit is kidobál a játék, úgyhogy szerintem engem ledobott a szerver. Nem, nálam is. Szóval... És hát itt láthatjuk a dobogósokat, a Ferrari győzel már jó sokat gyár ebben a szezonban. Abszolút hatalmas bajnok esélyesről beszélünk Zoltán személyében.
aki egy újabb futamot húzott be, és ezzel visszaveszi ugye a bajnokságban az első helyet. És hát egyik tűnnek állnak a dobogósok. És akkor itt a vége a futamnak, itt még egyszer láthatjuk a futam végeredményét. A leggyorsabb körért járó plusz egy pontot pedig végül eljött hozzá a második helyen. 28.917-tel még, amikor száraz volt a pálya. És akkor láthatjuk, ahogy említettem a végeredményt, Zoltán, Ájod, Koppány, Szerző, Tozsi, Mákos Kalács. Erről még, aki viszont 3 másodperces büntetés kapott, és emiatt lett csak hetedik, pedig egyébként az ötödik helyen zárta volna a futamot. Aztán MTMS-i, Turbo Diesel, T-Bence zárja a top 10-et, majd Tuxi, Lobanov Riard, Aigo, Kessier, Waltz márka 15-dik, a végén pedig az utolsó hármas ugye nagyon durván lemaradva már a többiektől, Carlito pedig kört is kapva a mezőny legvégén. Úgyhogy hát ez lett volna az SMG Hungary Brit nagy díja. Hát egy nagyon jó futamot láthatunk egy egész erős időmérő után, én úgy gondolom, úgyhogy remélem mindenki elveszte ezt a mai versenyt. Nem tudom, MRC, neked van-e még valami hozzáfűzni valód? Ehhez már nem tudok egyébként hozzáfűzni, mert szárazra jártattam én is a számot. Nagyon jó kis futam volt. Abszolút köszönöm az egész mezőnynek. Maradjatok aktívak, mindenképp megéri itt versenyezni. Nagyon jó kis csapat lesz ez, hogyha aktív marad mindenki. Borzasztóan közel vannak, és ettől függetlenül nem voltak hűző nagy kontaktok. Így, hogy mindenki a tizeden belül tud versenyen egymás mögött menni. Nagyon tetszett. Lassan, hogy én nem voltam a pályán, hanem majd 2 hét múlva én is érkezem. Nos, hát én ezzel el is búcsúznék a brigádtól. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Remélem mindenki élvezte. Köszönöm neked is, hogy jöttél kommentelni. Aztán köszönöm további szép hétvégét. És hát akkor igen, mindenkinek további szép estét, jövő héten pedig hol lesz a következő verseny? Bahreinben. Hú, Bahrein. Az is egy fantasztikus pálya. Egyébként csaták ott is bontakozhatnak ki, elég szépek, úgyhogy azt is kíváncsian várhatjuk. Viszont akkor majd jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk ugyanitt. Úgyhogy köszönöm szépen és mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és akkor jövő héten újra találkozunk. Sziasztok, jó éjszakát! Mindenki, jó éjszakát, sziasztok!